Üdv mindenkinek, én Nova vagyok, és itt van velem. Üdv mindenkinek, én pedig bent 12-20-at, és itt van velünk még egy rakás ember, aki nem tudja befogni a száját. És ez itt a Mánykockák olimpiája. Igen. Én leszek Én leszek Bencével a kommentátor, és ők lesznek a játékosok. Zárójelben írók is. A szóval. Na. Meggyújtjuk meg az olimpiai lángot. Szerintem először hívjuk fel a csapatokat. Menjünk le hozzájuk. Engedjenek be. Na gyertek csak. Igen, itt a csapat. Puffancs, Pirő és Kristóf, ők fognak egymással versenyezni. Gyertek. Na ti maradjatok itt, és majd mi meggyújtjuk lángot. Nem, álljunk ide hátra, vagy álljanak egészen ide hátra, minden lehet látni az olimpiákat. Na én gyújtom meg. Mi ketten gyújtjuk. Na hát, szerintem kezdjük is hát. Szerintem álljunk ide, és énekeljük el a himnusz. Isten áld meg a magyar jó kedvet, főségénkkel nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenség, halcsolj, akit régen tém, hozz rá vigesztető, megbűnhődtem már a nép, a múltat jövendőt. Na köszönjük, Bence! Szóval jó volt a hangot, csak rossz volt hallgatni. Szóval egy pillanat és újra itt leszünk a első feladat. Na szóval elmondjuk a feladatot. Majd lefog az a piszton menni, és aki először végigfut a pályán az akadályokat, az nyer. Értitek? Akkor 3, 2, 1. Jó van. Puffancs halad, elindulta. Elég szépen. Puffancs vezet, Puffancs kilépett a fehérre. Nem baj, nem vonunk le pontot, nem vonunk le. Jó van, én nézem a többieket. Jó van. Guppino halad hátul. Puffancs van elő, Kristóf középen. Jó van. Puffancs megint kilépett a fejére. Megint. Nem léptem ki, kirőlbe. Nem baj, nem lesz. Nem pont. Nem kap pontlevonást. Kristóf a fűre lépett. Csak akkor kap pontlevonást, ha a fűre érsz. Szóval akkor Kristófnak egy kis pontlevonást. Kristóf rálépett. Jó van. Ilyen puffancs levágott, ezért egy pont büntetést kap. Kristóf kettőt. Igen. Én addig mennyit akarok egyet? Yeah. Hogy egyet nem át. Na szóval akkor... Puffancs kap egy pont levonást, ezért egy pontja van. Guppinónak egy, Kristófnak egy pontja. Mindenkinek egy pontja van. Nagy pillanat és jelentkezünk. Egy. Na szóval az a lényeg, hogy majd be kell oda menni, és amikor elkezdjük a vissza, amikor letelt a visszaszámlálás, ütni kell egymást a körre. Aki először utoljára bent marad, az nyer. Ugyanígy vannak azt a pontozások. Azt kapja 3 pontot. Igen, igen. Ugyanígy vannak. Na szóval. 3, 2, 1. Ja, Nova, és aki kimegy a pályára, azt kiesik automatikusan. Igen. És akkor is kiesik, ha kiütik, nem érdekel. Hát szerintem még puffancs halad elég jól. Ja, hát ja, egy kapém nem tettük le. Igen, puffancs halad szerintem, mert ő üt a legtöbbet, és sebeződik a legkevesebb. És Guppinónak meghalt. Oké, a cuccait majd én fölveszem. Jó van, kajaszünet. Menjetek. Kristóf, mennyi páncélod van? Kértek tépét? Kevés. Na menjetek. Aha. Támadás. Ja, Pino, jövök vissza. De ne üssél. Most már lehet ütni. És. Kristóf feje elromlott. Jó, jót mondtam most is. A cuccaim. Tessék, itt vannak. Nem kapsz új bőrpáncért. És Puffancs nyert. Akkor Puffancs kap 3 pontot, 4 pontja van. Kristóf 2 pontot, 3 pontja itt van. Itt van Guppinnak a új bőrpáncéja. Guppino 1 pontot kap, 2 pontja van. Jegyezd föl. És megint visszatérünk egy szünet után. Csak eldobálom a rossz páncélokat. Szünet után visszatérünk. Edzem, ja. Na, vissza is tértünk, és ugyanaz lesz, mint az előbb, csak most kardozás lesz. Na, visszaszámlálásra. Cser is eljött az eső. Na. Készen álltok? Igen. 3, 2, 1. Go. Takarjatok meg!
Guppino. Guppino kiesett. De kilöktek. És puff, Kristóf nyert. Hát yeah! Kristóf kap 3 pontot, Puffancs 2-t, Guppino 1-et megint. Oké. Okay. Most jön a harmadik forduló, akkor íjjal kell küzdeni. Akkor megint egy szünet lesz. Na vissza is tértünk, és most íjazás lesz gyémánt páncélvannak. Akkor készen álltok? Készen. 3, 2, 1. Go! Ott van egy rakástábla, azt ne vegyétek fel, van, ne menjétek fel a területre. Guppino kiesett. Oké, okay, Guppino, ez egy pont. Addig visszam el a táblákat. És? Puffancs nyert, akkor Guppino kap egy pontot, így van 4 pontja. Kristóf kap 2 pontot, így van 8 pontja. Puffancs kap 3 pontot. Várj. Lassú vagy, Szóval mindjárt visszatérünk a következő versenyünkkel. Na szóval vissza is tértünk, és most íjászkodás lesz. Kristóf kezdjük. Igen, no, mondjuk, hogy mi mennyit ér. Ja. A fehér 0-as, a narancsérge 1-et, a zöld 2-t, a barna 3-at, a sárga 4-et, a kék 5-öt, a fekete 6-ot. Nem, a fekete az 10-et ér, a piros az 20-at. Igen. Csak ezt így hozzáadjuk pontnak, amennyit lőhet. Tehát ezzel nagyon sokat lehet kasszálni, ha valaki nagyon jól tud lőni. Igen. Köszönöm. Igen, Kristóf kezdi. 3 lövés, Kristóf. Lőjed. Pontosan lehet. Ó, eltalált egy pirosat. Oké, Noah. Most fölé lőd. 2. Nem fölé, igen. 2 piros az 40 pont. Yeah! Kristófnak van 48 pontja most. Iadatad ide, Kristóf. Iadatad ide. Na most jöjjön Puffancs. Miért én? Mert. Na. Te jössz. Készen jó, mert akkor eltalálok. Egy pirosat talált. Kristóf, az iadat eldobtad? Még egy piros. Odaadtam Puffancsnak. 3 piros. Puffancs 60 pontot kap. Puffancs 69 pontja, 69 pontot Puffancs. Oké, okay, Guppinoljam. Igen. Na. Várj, még ne lőj, még felszedjük ezeket. Na most, várj, akkor Guppinónak visszaadok egy nyilat. Pedig piros volt. Mindegy, na, kezd újra. Na. Mehet? Igen. Na most miért volt jó? És egy fekete. Nem, ne! Egy. Melyik szabály mondta, hogy nem lehet lövöldözni? Egy. Még egy fekete. Nincs több. Egyébként addolni sem lehet. Ja igen, egy fölé ment, szóval akkor Guppinon 20 pontot kap. Van Guppinonak 24 pontja most. Jegyezd be. Na ez kis szünet után megint visszatérünk. Na vissza is tértünk, és most úszás lesz. Na, Bence és én figyeljük, hogy nem csaladnak ezt, na szóval. Én bemegyek a házba, na. Én a házban figyelek. 3, 2, 1, ugrás! Jó van, amúgy lehet úszni és nem kell a víz alatt menni. Jó van. Úgy látom, Kristóf halad. Igen, Kristóf jár legelőtt. Utána Guppino, Puffancs, és víz, igen, Kristóf kilépett. Mint bolcsot Kristófnak. 10 pont levonás. Hát de bazd meg! Tötöm. Na. Jó van, na csak egy pont levonás, csak viccel. Ki van áll? Te csúnya, Kristóf győzni! Gyerünk Kristóf! Kristóf győzött! És elhoztam a pontokat. Kristóf kap 3 pontot. Nem 3-at, hanem kap 30 pontot. Puffancs 20-at. Guppino 10-et. Mi? Én voltam a második. Ja, akkor na, ki volt Kristóf a második? Az mennyit kap? 30-at. De mínusz 1 pont, az 29. Igen. De én voltam a második. Akkor Guppino kap 20-at. Puffancs 20-at kap, mert azt nem lehetett eldönteni. Akkor kapjátok mindketten 20-at. Akkor mindketten 20-at. Egy kiszenet után visszatérünk. Na szóval vissza is tértünk, és most távolugrás lesz. Na Kristóf, indul. Kristóf, ugolj! Oké, okay, majd bejelölöm én. Jó van, bejelölöm. Majd várj, majd én nem, ott van. Bejelöltem, nem. Oké, okay, úgy jelöljük. Én így jelöltem, na. Szóval
Kristóf a gépgyapjú. Na, Gupino jön. Várj, megemelem, hogy jobban látszódjék. Jó. Gupino jön. Mehet? Mehet. Ez nem ő is ugyanoda, Gupino, oké, ott van. Puffon sem. Ne középre rakjátok, mert rá fogunk ugrani. Nem baj, ha ráugrasz, akkor te odaugrottál, úgy veszük, na, mehet. Oké, Puffon se egyen hátrébb. Hallod? Gupino győzött. Nem ő győzött. Gupino kapja a 30-at. Mindenki ugyanannyi pontot kap. De mindenki ugyanoda ugrott, ember. Mindenki 20 pontot kap most. Miért? De Gupino előrébb ugrott. De nem, ugyanoda ugrott. Csak úgy jelöltük. Na szóval, mindenki 20 pontot kap. Na szóval, egy szünet és leszünk te. Na, ugye itt vagyunk, és ez szerintem a legjobb feladat. Ezt én építettem, vagy én találtam ki, és Novával együtt építettük meg. Arról szól, hogy gyere Nova után, nem csak, hogy nézzük és lássák, hogy mi van itt. Na, itt vannak ugye Reston fákés alatt, vagy üveg, Gloston üveg és Reston fák. Az lényeg, hogy a Reston fákjának el kell tűnnie valamilyen módon. Ezeket ugye legegyszerűbb, hogy kiütni az üveget. Mindenki külön-külön fog menni. Tudjálnak? Bocsánat. És na. Aki a legtöbb Reston fákját hozza ki, az nyer. Nem kell kihozni, csak szét kell törni, úgy is látjuk, hogy mennyi tűnt el. Na jó. 10 darabban elhelyezve. Akkor... Na, akkor egy vágás. Megy a felvétel. Na szóval... Akkor Kristóf indulhatsz. 3, 2, 1. Go. És fél perc áll a rendelkezésre. Jó, kiütött már egyet. Egyet ütött. Oké. Okay. Kettőt. Hármat. Följött a levegőért. Aztán odaúsz. De én 29 perc rájtottam véletlen, nem baj. 4. 5, 4, 3, 2, 1. Idő lejárt! 5-öt ütött ki, ezért 5 pontot kap. Oké, okay, Kristóf, Kristóf, várjál, szóval vissza kell állítani a pályát. Várj, akkor egy pillanat, és jelentkezik majd a következő játékos. Vissza is tértünk, és bent számolj vissza. Na, szerintem én csak úgy bálok, hogy mindent jól lássak. Igen, hát ott... Na, oké, szerintem akkor igen, és közben úgy döntöttünk, hogy nem jön már, hogy most 50 pontot kapott Kristóf, nem 5 pontot. Yeah. Igen, igen, akkor számolj vissza benne. Innentől kezdve mindig 10-es, tehát nem 1 pont, de szerintem 10 pont. Jó, na, akkor... szerintem azt mondom, hogy 3, 2, ja, ő most puffancs fog jön. 3, 2, 1, mehet. Tíz másodperc maradt. Né, három, kettő, egy, idő lejárt. 8-at ütött ki, akkor 80 pontot kap. De meg kiütöttem. 8-at ütött ki, ezért 8 pontot kap. Na vissza is tértünk, na. És most Gupino jön. Na, csak azért vannak ezek a születek itt így, mert vissza kell ezen a pályát. Na akkor számolj vissza, Bence. 3, 2, 1, indul. Tizenöt másodperc. Tíz másodperc. Három, nem? Lejárt. Akkor 5-öt ütött ki, 50 pontot kap. Mint én. Eddig minden pontot átírtam, tehát hogy mögé raktam minden pont mögé.